Szárusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok. Ezekben az epizódokban egy kicsit foglalkozunk japán motorokkal. Lesz egy Yamaha VR, motorbontás, füstöl, megnézzük mi az oka. Lesz egy DRZ400-asunk egy későbbi epizódban, ugyancsak motorbontás, valamit kiokoskodunk neki. Na srácok, elértünk odáig a hengerfáj levéve, spanolót kivesszük, felcsapjuk, ez az egyetlen már egy csavar fogja a hüvelyt, felcsapjuk és lehúzzuk aztot is. Innen már a dugattyú tetejéből ki lehet szűrni, hogy szalapszár szimeringel is volt, mivel a teteje teli van olajjal. 2-3 napig állott, és az olaj leszivárog a szalapszár szimeringeknél. Srácok, megvan a füstölgés oka. Egyszer a szalapszár szimering. Szalapszár szimeringtől általában indításkor füstöl, nagy füstöt okált ki, mi az állás idő alatt belefolyik a dugó tetejére, leszivárog a szelepszárak mellett, belefolyhat a kipuffogó fele, ha a szelep zárva van, nem engedi le a dugóhoz, de általában üzemi hőmérsékleten el szokott állni a szalapszár szimeringtől, mivel a motorban kompresszió, nagy részt kompresszió uralkodik, el szokott állni, úgyhogy ha vesztek egy erősen füstölő motrot, az ne próbálják elmagyarázni nektek, hogy a szalapszár szimeringek miatt, mert az általában indításkor jelenkezik, vagy nagy motorféknél füstöl erősen a motor, de ha begyújtod relandba is, eléri az üzemi hőmérsékletet, általában meg szokott állni. Ha úgyis füstöl és volt dugó cseréve benne, minden, akkor már a szelepvezetőkkel is baj van, mert olyan minimális a rés a szelepvezetők és maga a szelep között is, hogy minimális olajmennyiség tud leszivárogni, és hogy attól következzen be a füstölés. Viszont itt láthatjuk, szabad szemmel is megállapítható, beleteszed a gyűrűt, látod, hogy mennyi kopása van. Hát elég nagy, milliméternél
milliméternél nagyobb. Hát ez nagy kopás, nagy valószínűséggel ez a füstölgés oka. Másik eredeti dugó volt benne, nagyon, nagyon, nagyon elkopott már maga a hüve is. Maga a hüve is, ez egy 95-ös furat kéne legyen. A gyári mérete, jól emlékszek, 95,95 és 200 a gyári furata ennek. Úgyhogy hát nagyjából még elég épp, ahogy mértem, egy C-kótás dugó fog belemenni. A kopás az így jelentkezett inkább a hosszanti részben, a dugattyúnak a szoknyáinál, mivel kopik. Így mozog benne a dugó és eljárja a két oldalát, két teműnél is ugyanez a helyzet. Azért érdemes tartani a kótákat, hogy megfelelő méreteket tartsunk, mert a dugattyú az effektív nem a saját anyagon csúszik ezen is, hanem megvan a hónolás, abban megáll az olaj egy olajfém rétegen. Egy olajfém rétegen csúszik a dugó, hogy ne a fém a fémmel érintkezzen. Ezért van a hónolás is, a dugattyút is beszokták vonni ilyen dörzsálló anyagokkal, teflon festékkel, ilyesmivel. De az nagyon fontos, hogy a méreteket tartsuk, a kótákat, mert egy tiszta új hüvelybe beleteszed a C-kótás dugattyút, azzal is tökéletesen működik. Csak mivel akkora a súrlódás kipréseli maga közül az olajat, így az anyagot sokkal hamarabb eljárja, sokkal hamarabb fog kopni a motrod. Viszont ha túl kicsiká, akkor is az a jelenség lesz, hogy elkezd billegni benne a dugó, az is ugyanazt eredményezi, hogy elcsiszolja a hüvelyedet, nyomja, le tudja nyomni rajta, mivel nagy a billegése, az élei megakadnak az olajfém rétegbe, és letaszítják, és nincs megfelelő kenése a dugónak, és jobban kopik tőle. A maga a hüve is, a dugó is, azon kívül lehet ilyen csölömpölő hatása, főleg a két teműre, két teműnél észrevevődik, mikor kovácsol dugattyúkat teszel, azoknak nagyobb a tágulása, így kisebb maga a kóta, a kiinduló kóta, a hideg kóta, és még általában bemelegednek egy kicsit csörömpöl, de miután bemelegszik a motor, szép, csendesen menet. Úgyhogy rendeljük az új dugót, hajtókar, jó, azt ott is megizéltem, meg mértem. Ugyanígy komparatorórával meg lehet mérni az oldaljátékát, a fenti lenti játékát, és nagyjából ennyi.